A radiológusok feladata elsősorban az, hogy a modern orvostudomány képalkotó eszközeinek segítségével a röntgenfilmről, az ultrahangkészülék képernyőiről, a CT vagy az MR-által rajzolt emberi szeletekről támogassák a gyógyító szakmák képviselőit a helyes diagnózis felállításában. Az utóbbi időben azonban a radiológus szerepe kiszélesedett, s ma már nem csak vizsgálnak, hanem jelentős szerepet vállalnak a gyógyításban is. Új orvosi szakma született néhány évtizeddel ezelőtt, az intervenciós radiológia, ami mára az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő ága lett. Az intervenciós radiológia nevéből származtatóan beavatkozással járó radiológiai módszer, tehát olyan képalkotó vezérelt, ez lehet röntgen, ultrahang, vagy egyéb képalkotó eljárás, valamilyen gyógyító jellegű beavatkozás. Tehát ami egy picit a betegeknek szokatlan, hogy egy radiológus fogja őket kezelni, hiszen rendszerint sebészhez, nőgyógyászhoz, tüdőgyógyászhoz egyebek fordulnak a bajaikkal, egy műtétre várva, és ez a mai egészségügyben, hál' Istennek már Magyarországon is, nagyon nagyot fordult. Az elmúlt évtized technikai robbanásának eredményeként egy csomó addig egyértelműen sebészi jellegű, tehát vágással, a hasüreg, mellkas, koponya megnyitásával járó beavatkozás, a mi szakmánk az intervenciós radiológia mindennapi kenyere lett. A radiológia az a kezdetekben egy nagyon békés tudomány volt, ami arra törekedett, hogy mindenféle a beteg testébe való mindenféle beavatkozás nélkül diagnózist biztosítson, láthatóvá tegyen betegségeket, meg normális szerveket. Aztán valamikor a 30-as években rájöttek arra, hogy lehetőség van az ereknek a megjelenítésére, úgy, hogy különböző anyagokat fecskendeztek ezekbe az erekbe. Tulajdonképpen ez volt a kezdet. Ez volt a kezdet, mert ez tette lehetővé azt, hogy később, az 50-es évektől kezdődően mindenféle technikákkal katétereket vezessenek be az érrendszernek különböző szakaszaiba, és ezáltal lehetővé vált az, hogy nem csak a kívülről közvetlenül megközelíthető erekben, hanem távolabbi, mélyebben fekvő érszakaszokon is lehetett ilyen vizsgálatokat végezni. Majd ezt követően, ennek a technikának a megjelenését és begyakorlását követően született meg az a gondolat, és itt meg kell egy nevet említeni, Charles Dotternek a nevét, aki rájött arra, hogy ezzel a katéteres technikával nem csak diagnosztikus vizsgálatokat lehet végezni, hanem lehetőség van arra, hogy a bevezetett eszközzel gyógyító eljárásokat is műveljünk. Az első kísérletek azok mai szemmel meglehetősen primitívek voltak, hiszen abból álltak, hogy egy különböző vastagságú katéterekből álló sorozattal szűk érszakaszokat, elzárt érszakaszokat próbáltak meg kinyitni, tágítani. Voltak esetek, amikor sikerrel jártak, voltak esetek, amikor ez nem volt sikeres. Amikor Grünzig megalkotta az úgynevezett ballonkatétert, ami egy sokkal hatékonyabb eszköz volt ezeknek az érproblémáknak, érszükület, érrelezáródás megoldásában, akkor tulajdonképpen egy robbanásszerű fejlődés vette kezdetét, ami mind a mai napig tart. Tehát azt lehet mondani, hogy az intervenciós radiológia az ennek a szakmának, vagy általában az orvostudománynak az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, amit részben azt tett lehetővé, hogy a technológia, az ipari háttér az nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül, az anyagtudomány, a mérnöki tudományok lehetővé tették, hogy egyre kevésbé traumatikus, kárt okozó eszközökkel végezzük ezeket a beavatkozásokat. Ma már tényleg szinte hajszálnyi átmérőjű katéterekkel tudunk különböző terápiás ténykedéseket végezni. Másrészt pedig a fejlődésnek a motorja volt az is, hogy ez az intervenciós tevékenység ez elhagyta az ereknek a területét. Tehát ma már nem csak az érrendszeren belül, hanem az eperendszerben, de akár a nagy zsigeri szervekben, a gyomorbélhuzamban is lehet ilyen terápiás tevékenységet, terápiás beavatkozásokat végezni. Magyarázata annak, hogy ez egy a radiológia területén meginduló fejlődés volt, és mind a mai napig
jelentős hányadában a radiológusok által művelt terület, az az, hogy a vezérléshez, az irányításhoz, tehát magának a tevékenységnek a célra vezetéséhez, ahhoz képalkotó eljárásokra van szükség. A képalkotó eljárások nagyon bonyolult berendezések, akár az angiográfiás, az érfestéssel szolgáló készülékeket nézzük, akár a CT-t, MR-t, amit ugyancsak használhatunk ilyen célra. Ezért adódott az, hogy aki ezeknek a használatához ért, akinek gyakorlata van ezeknek a berendezéseknek a használatában, azok kezdték el ezt a tevékenységet. Nyilván sok részterület azóta más szakmák fennhatósága alá került. Talán a legeklatánsabb példa az a szív területén végzett intervenciók családja, amit ma már egyre több helyen nem radiológusok végeznek, vagy nem csak radiológusok végeznek, hanem olyan kardiológus kollégák, akik kiképzést kaptak ezen a területen. A radiológus a modern képalkotók és a átvilágítási gyakorlata ultrahangos képzettsége birtokában rendelkezik egy olyan térlátással a beteg szervezetére vonatkozóan, a szervek egymáshoz való viszonya, topográfiai elhelyezkedése miatt, hogy képesek vagyunk, hogy úgy mondjam, anélkül is jól elboldogulni a szervezetben, hogy föltárnánk azt a szervezetet, azt a testtájt, mint a sebész, tehát én egy katéterrel, hogyha felkeresem a nyaki ütőeret, vagy éppen egy agyi eret, azt pontosan tudom, hogy hol vagyok, nem kell hozzá szemkontroll, elég, ha röntgenképpen látom, hogy az hogy esik az a katéter, hova, merre irányul, hova viszi a vér. Tehát gyakorlatilag úgy lett a radiológusból kezelőorvos, hogy arra volt először ilyen egyszerűbb szúrásokat, hogy van egy a bőr alatt néhány centiméterrel lévő kis tájog, hát ne kelljen ezért megoperálni a beteget, szúrjuk már meg, de hát nyilván az ultrahang vezérlés mellett ugye képalkotás kellett ahhoz, hogy hova is szúrjon az ember, utána a CT vezérléssel meg még komplikáltabb lett ez, hiszen csak egy szeletet látunk a betegből adott esetben, de ezek nagyon nagy biztonsággal lehetővé teszik azt, hogy a jól képzett radiológus oda juttasson el egy katétert, vagy egy folyadékelvezetésre szolgáló öblítő drént, szintén katéterez, ami teljesen biztonságos és hatékony. Az intervenciós radiológia első lépéseit az alsó végtagi érbetegségekben érte el, vagy ott fejtette ki. Egész egyszerűen értágításokat csináltunk, hiszen érfestést kellett már a 60-as években is végeztek, és annak kapcsán ugye látták a rövid szakaszú elzáródást, vagy egy éppen súlyos verőér szűkületet, amit kézenfekvő lett volna megtágítani, egy picit javítani ennek a vérátáramlásán ennek a szervnek, anélkül, hogy az egész nagy, hosszú verőeret ki kelljen mondjuk cserélni egy combverőeret. És ezeket már a 60-as évek elején elkezdték a német-amerikai kollégáink, röviddel egy-két évvel őket követték magyar úttörők is, mint Horváth professzor úr például Pécsett, és gyakorlatilag ez egy óriási siker volt, a betegek nagyon jól gyógyultak, nem volt meccés, nem kellett több órás beavatkozást csinálni, egész egyszerűen egy kis ballonkatétert juttattak oda a szűkületbe, és azt megtágították. Ezek a érszűkület megoldások a mai ajánlásokban már olyan szintre mentek el, hogy például a 20 cm-nél nem hosszabb, tehát akár 15-16 cm-es verőér elzáródást, történetesen a combverőéren, ma már az nemzetközi ajánlások is azt mondják, hogy igen, azt nem operálni kell, hanem meg kell próbálni éren belül kinyitni azt az elzáródást. Erre ez eretnek módon hangzik, hiszen ugye ott nincs már meg az ér folytonossága, úgy tűnik a katéteres vizsgálatnál, de igenis a korszerű eszközökkel át tudunk ezeken az elzáródásokon jutni, és vannak olyan érprotézisek, amiket belülről teszünk be a verőerekbe vagy viszerekbe ritkábban, és ezekkel vissza tudjuk nyerni hosszú távon jó eredménnyel a véráramlást, és ezek fenntartják továbbra is, tehát megakadályozzák a visszaszűkülést, vagy az újabb elzáródást is. Ezek az értágítások
mennek nem csak az alsó végtagon, hanem különböző zsigeri artériákon, tehát például a veseverőéren, ha valakinek mondjuk fiatalkorban hirtelen kezdődő, nagyon kiugró vérnyomással járó hipertóniája van, az rendszerint úgynevezett renovaszkuláris hipertónia, tehát vese érszűkület okozta másodlagos magas vérnyomás betegség, és ezt például egy hatalmas műtéttel lehetne csak gyógyítani, ugye nekünk pedig egy 20 perces katéteres beavatkozás. Több sebészi jellegű szakma van, aminek képviselői bizonyos betegségek kezelését szinte átadták az intervenciós radiológusoknak. Egész egyszerűen azért, mert nagy esetszámú tanulmányok azt bizonyították, hogy az általunk végzett kisebb beteg számára kisebb megterhelést jelentő, gyors, rövidebb kórházi tartózkodást igénylő beavatkozás hosszú távon is legalább olyan jó, ha nem jobb eredményt ad, mint amit ők csináltak volna. Tehát több szakmát fel tudnék sorolni, ahol nagyon komolyan ez az elmúlt 2-3 évben egy óriási változást okozott. Történetesen van egy olyan betegség, amikor az agyéreken kialakul egy ilyen kis bogyószerű tágulat, és elvékonyodott ér egy nagyobb vérnyomás kiugrás vagy erőkifejtés hatására megreped. Ez egy nagyon gyakori, elsősorban fiatalokat érintő súlyos életveszélyes állapot, és hát a műtét, amivel ezt 30 éve kezelték, bizony elég komoly szövődményekkel volt terhes. Ma már itt Miskolcon, tehát nem Amerikáról beszélünk, az ilyen betegek az elmúlt évben 93%-át katéteres úton kezeltük. Tehát az a ritka, akit még például az idegsebészeti műtőbe visznek ilyen betegséggel, de más példákat is lehetne erre mondani. Ugyanilyen eredményesen lehet kezelni például nőgyógyászati izomdaganatokat a méhben, például az úgynevezett miómákat, amit sokkal kisebb megterheléssel, akár egynapos bentfekvéssel és a méh eltávolítása nélkül a fogamzóképesség megtartása mellett lehet katéteres úton kezelni, nem kell hozzá eltávolítani az egész méhet. Tehát egész egyszerűen belemegyünk annak a kis tápláló erébe egy pici katéterrel, és azt elzárjuk annak az erejét, az izom daganat, ami egy jóindulatú daganat egyébként, egész egyszerűen elsorvad, ott marad a helyén, nem vesszük ki, de nem okoz továbbiakban olyan tüneteket, amiket addig okozott. Például a nyaki ütőér szűkület kezelése egy olyan sikertörténet, ez is gyakorlatilag a betegek több mint 2/3-át ma már így kezeljük kórházunkban is. Tehát nem kell hozzá meccés, altatás, a nyaki ütőér kipreparálása, ami azért idegbénulás, egyéb veszélyekkel járhat, hanem ébren egy kirekesztés nélkül, tehát az agy keringését megtartva végzett körülbelül 25 perces műtéttel fájdalommentesen elvégezhető, és a hosszú távú eredmények, most már itt Miskolcon is ezt 9. éve csináljuk, több mint 400 beteget kezeltem csak én, legalább olyan jó eredményei vannak, mint az érsebészeti beavatkozásnak. Van egy másik, szintén a nagy vérzések kapcsán és az óriási műtéti kockázat miatt a mi kezünkbe került módszer, amit Miskolcon csinálunk az országban a legnagyobb esetszámban, és ez pedig a cirrózisos, tehát a májbetegség talaján kialakult nyelőcsővérzés, gyomornyelőcsővérzések kezelése, amely egy óriási probléma. A betegek nagy többsége ebben hal meg, a májbetegek nagy többsége ebben hal meg, sajnos egész egyszerűen csillapíthatatlan vérzésben, és azok a hagyományos műtéti eljárások, amelyek ezt kezelni próbáltak, legalább 30%-os halálozással jártak, tehát elmaradtak teljesen. Viszont nekünk van egy olyan módszerünk, amivel ezt kevesebb, mint 1%-os súlyos szövődmény arányjal nagyon eredményesen tudjuk kezelni, úgyhogy a beteg 72 óránál nem tölt többet a kórházban. Májbetegség ugye két okból alakul ki, elsősorban Magyarországon nagyon magas ismert az alkoholisták, vagy a gyakran alkoholfogyasztók aránya, tehát a másik hepatitiszek,
is olyan súlyos májkárosodást képesek okozni az alkohol mellett, amiknek következtében évente 8000 ember hal meg Magyarországon máj cirrózis szövődményeiben. 8000 egy ilyen kis országban, és ezek gyakorlatilag nagy többségükben vagy elvéreznek, vagy egy olyan óriási 30-40 liter folyadékot tartalmazó hasi folyadék felszaporodás, vagy mellkasi alakul ki, ami egyszerűen lehetetlenné teszi az életüket, a normális légzésüket, mozgásukat. Ezeket tudjuk orvosolni ezzel a bizonyos TIPS műtéttel, ami egy betűszó, tehát a latin kifejezésből származik. A lényeg az, hogy egy nyaki nagyvénán keresztül a májon, májat elérve a májvénák között, a kapuvéna és a májvéna között hozunk létre egy kis csatornát, egy kis összeköttetést, és ezzel a megkeményedett, cirrotikusan átépült, kötőszövetesen megkeményedett májat elkerülve, vagy kis csatornán keresztül ez a vér, ami egyébként torlódik a hasüregben, utat talál a normál vénákba, és az a hatalmas nyomás, ami ezeket a vérzéseket okozza, vagy a folyadék felszaporodást okozza, az normalizálódik. Tehát kiegyenlítjük, mint egy szelepszerűen a mellkas és a hasi vénás rendszer közötti óriási nyomás különbséget, ami ezeknél a betegeknél rendszerint többszöröse, 3-4-szerese a normálisnak. És ez egy gyakorlatilag egy órás műtéttel, minimális kellemetlenséggel, 3 napos kórházi tartózkodással kivitelezhető. Technikailag nem könnyű, hiszen el lehet képzelni, ugye a májban dolgozunk, 2 vénás rendszert kell összekötnünk, oda protézist beépíteni, úgyhogy egyetlen 2 milliméteres szúrtjuk van a beteg nyakán. Tehát ott nagyon kell ügyeskedni, nagyon bonyolult eszközrendszer van hozzá, de egy bizonyos keretösszegig ez finanszírozott, ez a beavatkozás, tehát a betegnek nem kerül semmibe, és valóban az életét adhatja vissza. Ez a kis animáció mutatja azt, amiről beszéltem, a máj cirrotikus betegek kezelésénél. Itt a máj, májkapői gyűjtő véna, ide kéne jusson a vér a májon átszűrődve, de a kötőszövetes átépülés miatt a májat elkerülve tud csak visszatérni, és időközben itt a gyomor nyelőcsőnél vérzéseket okozhat. Amit mi csinálunk, nyaki véna punkció után keresztül jövünk a jobb szívfélen le a májvénába, és a 2 vénás rendszer között, a májkapui gyűjtővéna és a májvéna között létrehozunk egy kis összeköttetést, a májon belüli szakaszt egy balonkatéterrel, mint látják, megtágítjuk, majd ebbe a megtágított, valóságban nem létező, úgynevezett extra anatomikus csatornába beültetünk egy protézist. A korszerű protézisek rendkívül kifinomultak. A végén, mint egy kis rugó úgy néz ki, nyitott cellák vannak, tehát a vér szabadon átáramlik rajta, nem akadályozza a májkapu gyűjtővén a keringését, viszont a májban betett része az fedett, egy sebészi anyaggal fedve van, egy ilyen protézis anyaggal, és ez nem engedi azt, hogy a későbbiekben ez visszaszűküljön, a máj összenyomja, vagy epebe kerülhessen. És amit látják, most már a vér útja normalizálódik a májkapui gyűjtővénán keresztül a májlebenyeibe, egy része pedig, a fölös része pedig a májat elkerülve ezen a kis csatornán jut tovább, és a beteg tünetei ezáltal normalizálódnak. Milyen panaszokkal fordult először orvoshoz? Mi jelezte azt, hogy valami nincs rendben a májjal? 2005. december 19-én fekete széklet. Szurokszéklete jelentkezett. Nem tudta mire vélni? Így van, és akkor jöttem gasztroenterológiai kivizsgálásra. És ott megvizsgálták alul felül? Így van, és azt mondták, hogy ez májcirrózis. Tehát ott már rögtön lerültékből villámcsapás, előtte soha semmi baja nem volt, amint a dokumentációjából tudom, egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, és vírusfertőzése sem volt, ami ugye ezek a gyakori okok, tehát valami olyan oka van ennek, ami mindannyiunk számára érthetetlen, valamilyen környezeti ártalom,
esetleg vegyszer, ugye, hiszen úgy tudom, hogy egy vegyüzemben dolgozik. Műanyagokkal foglalkozó cégnél dolgozom. És ott nem mondták, hogy esetleg valami olyan káros anyag lenne, ami... Hát ragasztóink vannak. PVC-ről polugratlan alapanyag. És használja ragaszt is rendszeresen? Hát én a cég ügyvezetője voltam, tehát... Tehát igazából nem fizikai. 5 éve dolgoztam műhelyben is. Értem. No, hát, és utána ez a szurokszéklet megszűnt. De magától, vagy úgy, hogy kezelték a endoszkópos kollégát? Én amikor bekerültem, akkor már kevés vérem volt. Anémiás volt. Igen, vérátömlesztést kaptam, és elkezdődött, ugye gyomortükrözés. Olyan súlyos volt ez a vérzés. Igen, gyomortükrözéskor kiderült, hogy több hajszálrepedés van már a nyelőcsövön. Tehát a szervezet úgy védekezett, hogy kiengedte a vért a gyomorba, aztán pedig visszahegett az érfal. És ezt, ha jól tudom, 19 alkalommal kellett megismételni a mai napig, ez alatt a másfél év alatt. Így van. 19-szer hát, tolták le a torkán. Olyan információt kaptam, hogy a 8. után általában a nyelőcsőnek az alsó harmadában ez a vénás megostagodás ez megszűnik. De sajnos most már a gyomorban is. Olyan helyen van, ami sajnos ott felette nagyon laza a nyálkártya, és nem tudják szépen beinjekciózni a gyomorban, és emiatt itt nincs más megoldás, vagy műtét, egy nagyon nagy műtét, egy olyan műtét lenne az alternatívája ennek a mai beavatkozásunknak, amiben sajnos a betegek 20%-a belehal, nagy hasi sebészeti műtét, tehát ez gyakorlatilag kiment a divatból, és ehelyett csináljuk ezt az úgynevezett TIPS műtétet, amikor is két támadásponton érjük el azt, hogy a vérzés ne újuljon ki. Egyrészt elzárjuk majd azt a vénás csonkot, ahonnan ez a vérzés származik, másrészt pedig rendbehozzuk az okát ennek, normalizáljuk a vénás nyomás különbséget, ami az ön esetében rendkívül magas a mellkasi és a hasi nyomás, vénás nyomás közötti különbséget rendbe tesszük, egy kis szelepszerű ilyen csatornát ültetünk be a májba, és ezzel elejét vesszük az újabb vérzéseknek. Tehát én azt gondolom, hogy remélhetőleg még a májtranszplantáció, ami ugye felmerült az ön esetében már, is elkerülhetővé lesz, hogyha ezzel, mert a máj funkciói teljesen rendben vannak, tehát hogyha az újabb vérzéseket meg tudjuk állítani, akkor remélhetőleg megúszunk egy nagyon komoly gyógyszeres kezeléssel, nagyon sok kellemetlenséggel együtt járó transzplantációs procedúrát, és itt a nyakán fogjuk megszúrni. Nem lesz elaltatva, csak egy kis bódítást fogunk alkalmazni arra az időszakra, amikor a májon belüli csatornát megtágítjuk, és ez fájdalmat okozna önnek. Egyébként pedig csak körülbelül egy órás műtéttel félrehajtott fejjel kell majd feküdnie. Ha bármi probléma van, azonnal szól nekünk. Várakozásnak megfelelően jól, problémamentesen zajlott ez a műtét. Technikailag nem volt könnyű, de végül is egy olyan protézist sikerült betennünk a májba, ami kiegyenlíti a két vérkör közötti nyomást, és ezáltal a keringési elégtelenségét a máj rendszerének megoldja. Ez azt jelenti, hogy a beteg jó eséllyel, miután a máj működése megtartott, elkerült a májtranszplantációt, amit, hogyha lefordítok pénzre mondjuk, a divatos dolgok, egy májtranszplantáció körülbelül 26 millió forint, egy ilyen műtét pedig körülbelül 900 ezer. Tehát az adófizetőknek sem mindegy, nem beszélve arról, hogy ugye a máj átültetésnek nagyon sok egyéb gyógyszeres elő- és utókezelése, millió egyéb olyan probléma van, sokszoros kórházi kezelés, kivizsgálás, amit a beteg ezzel esetleg elkerül, és akkor normálisan élheti tovább az életét. Neki semmi más dolga nem lesz, mint diétázni a továbbiakban, és ezzel teljesen egészséges életet, akár sportolhat is, élhet a továbbiakban. Innen a műtőből az altatóorvos kollega átkíséri egy műtét utáni őrzőhelyiségbe, a belgyógyászati osztályra, és holnap reggelig ott tartózkodik a beteg. Ha nincs semmi probléma, monitorozzák az éjszaka, akkor holnap reggel már kimehet a WC-re, fölkelhet, fölállhat, és hétfőn hazaengedjük. Ma csütörtök délután van, tehát
praktikusan 3 nap kórházi kezelése lesz, minimális kellemetlenséggel megoldható. Amikor 10 évvel ezelőtt egy hosszabb, több mint egy éves ösztöndíjan jártam Franciaországban, ott akkor még Magyarországon ez nem volt divat, ugye, hogy a sebész a radiológushoz vigye a beteget, hogy ugyan csinálj már vele valamit, és számomra egészen hihetetlen volt, hogy volt olyan kollega, aki lehozta a betegét kézen fogva, elmondta, hogy mi a baja, és kérdezte, hogy mondj, te biztos tudnál vele valamit csinálni. Tehát hogy próbálj. Azt se tudta, hogy konkrétan van-e arra lehetőség intervenciós radiológiai módszerrel, úgynevezett minimál invazív módon, ilyen egynapos sebészetnek, vagy egy éjszakás kalandnak szabadabban hívták ezeket. De miután feltételezte, hogy talán van rá lehetőség, vagy el tudta képzelni, hogy technikailag igen, már jött és kérdezte, hogy igen, van-e ilyen. Tehát ez mai Magyarországon is kezd begyűrűzni, tehát egyre több olyan sebész kollega van, aki mielőtt kést rántana, szikét rántana, megkérdezi, hogy te nem tudnád esetleg megoldani egyszerűbben, mert nekünk bizony elég nagy kárt kéne okozni. Tudom is én, egy végtagon elhelyezkedő érgomolynak az eltávolítása, az bizony elég súlyos izomkárosodásokkal, egyebekkel járna, és hát ezt nem szívesen árt senki. Ugye tudja saját korlátait, saját módszereinek a korlátát, és mi bizony éren belül meg tudjuk ezt közelíteni, és csak a kórosat beragasztjuk, vagy elembolizáljuk, elzárjuk. Tehát ez egy óriási dolog volt, hogy nem mindenáron ő akarja kezelni a beteget, hanem a beteg számára a legkisebb megterhelést és a várhatóan legjobb eredményt hozó beavatkozást kéri, keresi. Adott esetben ez nem olyan egyszerű Magyarországon, mert sajnálatos módon pénzhiány, eszköz probléma, sajnos még mondhatnám azt nyugodtan, hogy egyetemi centrumok is vannak, ahol ennek igazából nincsenek meg a feltételei, vagy nem csinálják abban az egészen széles spektrumban, ahogyan ezt lehetne, de nagy megyei kórházakban is tényleg komoly bajok vannak ebben a tekintetben. Tehát még nem jutott el mindenhova az az igény, hogy igenis legyen egy jól képzett, egy lehetőleg több jól képzett intervenciós radiológus egy nagy centrumban, egy több mint 1000 ágyos kórházban mondjuk, hogy ezeket a problémákat, amik naponta egy ilyen méretű kórházban 4-5 konzultációt hajtunk végre, tehát hívnak engem ortopédustól, az szemészig bárki, hogy van egy ilyen betegem, szerinted lehetne valamit kezdeni, mert nekünk nagyon megterhelő műtét lenne az alternatíva csak a beteg számára. Magyarországon és meg az egész világon mindenhol azt tapasztaljuk, hogy nincs elég intervenciós radiológus szakember, tehát azok a valóban jó képzett kollégák, akik ezt magas szinten tudják csinálni, Magyarországon ma a legkapósabb szakemberek közé tartoznak, és rendkívüli mértékben leterheltek. Magyarul van egy olyan igény, amit sem Magyarországon, sem a világon máshol az intervenciós radiológusok nem tudnak teljes körűen kielégíteni, tehát igenis szükség van, vagy lehet arra, hogy bizonyos területeken a klinikus kollégák részt vegyenek ebben a tevékenységben. Ennek a megoldása nem az, vagy nem feltétlenül és kizárólag az, hogy őket kizárjuk és távol tartjuk ettől a tevékenységtől, hanem az, hogy olyan képzési kritériumrendszer dolgozunk ki, olyan kautélákat állítunk föl, amelyeknek a teljesítésétől tesszük függővé, hogy valaki végezheti ezeket a beavatkozásokat vagy sem. Magyarul azt az egyszerű elvet próbáljuk követni, hogy azt csinálja, aki ért hozzá, függetlenül attól, hogy az eredeti szakvizsga papírján milyen szakmának a neve szerepel. Ma már az intervenciós radiológia a világban sok helyen, és egyre inkább nálunk is a radiológián belüli szerepéből egy diagnosztikus radiológia melletti szerepre fejlődött. Azt úgy tudnám illusztrálni, vagy azzal tudnám illusztrálni, amit Adam professzor, aki sokáig a
az Európai Intervenciós Radiológus Társaság elnöke volt és az egyik vezető szakember ennek a szakmának Londonban. Ő úgy fogalmazta meg, hogy az intervenciós radiológia az a radiológiának úgy viszonyul a diagnosztikus radiológiához, mint a sebészet a belgyógyászathoz. Tehát lassan kezd egy valamilyen, ha nem is teljesen különálló, de egy részben független szakterületté válni, amelyiknek az a dolga, hogy kiképezze a saját szakembereit. Nyugat-Európában és Amerikában virágzó szakmának, az intervenciós radiológiának tere van rengeteg beteg kezelésében, sokkal többen. Tehát például egy ösztöndíjam alatt három, egy ugyanekkora kórházban, mint a miénk itt Miskolcon, lélekszám, vagy ágyszámra tekintve, három katéteres labor volt, és legalább hat kollega foglalkozott az intervenciós radiológiával. Itt szakorvosa ennek én vagyok egyedül, és tanítok fiatalokat, de hát természetesen csak egy katéteres laborunk van egy műszakban, ami hát nagyon, nagyon komoly terhet ró ránk, hiszen sokkal több kellene. Debrecenben van katéteres labor, az úgynevezett nyaktól lefelé történő intervenciókat ők is kiválóan végzik, csinálják, de ott például az agyi, tehát az agyon belüli, vagy a koponyaűrön belüli beavatkozásokra egyelőre még nincs lehetőség, de közeljövőben remélhetőleg ez is orvosolható. Már csak azért is, mert így ide Miskolcra például most 6 megyéből jönnek betegek, tehát gyakorlatilag 3 millió ember ellátásáért felelek bizonyos tekintetben egymagam, ami egy óriási terhelés, tehát az ember nem tud jó ízűen elmenni egy hétnél tovább szabadságra, mert tudja, hogy időközben vannak betegek, akik esetleg ezt megsínylik. Amiben sajnos a betegek 20%-a belehal, nagy hasi sebészeti műtét, tehát ez gyakorlatilag kiment a divatból, és ehelyett csináljuk ezt az úgynevezett TIPS műtétet, amikor is két támadásponton érjük el azt, hogy a vérzés ne újuljon ki. Egyrészt elzárjuk majd azt a vénás csonkot, ahonnan ez a vérzés származik, másrészt pedig rendbehozzuk az okát ennek, normalizáljuk a vénás nyomás különbséget, ami az ön esetében rendkívül magas, a mellkasi és a hasi nyomás, vénás nyomás közötti különbséget rendbe tesszük, egy kis szelepszerű ilyen csatornát ültetünk be a májba, és ezzel elejét vesszük az újabb vérzéseknek. Tehát én azt gondolom, hogy remélhetőleg még a májtranszplantáció, ami ugye felmerült az ön esetében már, is elkerülhetővé lesz, hogyha ezzel, mert a máj funkciói teljesen rendben vannak, tehát hogyha az újabb vérzéseket meg tudjuk állítani, akkor remélhetőleg megúszunk egy nagyon komoly gyógyszeres kezeléssel, nagyon sok kellemetlenséggel együtt járó transzplantációs procedúrát, és itt a nyakán fogjuk megszúrni. Nem lesz elaltatva, csak egy kis bódítást fogunk alkalmazni arra az időszakra, amikor a májon belüli csatornát megtágítjuk, és ez fájdalmat okozna önnek. Egyébként pedig csak körülbelül egy órás műtéttel félrehajtott fejjel kell majd feküdnie. Ha bármi probléma van, azonnal szól nekünk. Várakozásnak megfelelően jól, problémamentesen zajlott ez a műtét. Technikailag nem volt könnyű, de végül is egy olyan protézist sikerült betennünk a májba, ami kiegyenlíti a két vérkör közötti nyomást, és ezáltal a keringési elégtelenségét a máj rendszerének megoldja. Ez azt jelenti, hogy a beteg jó eséllyel, miután a máj működése megtartott, elkerült a májtranszplantációt, amit, hogyha lefordítok pénzre mondjuk, a divatos dolgok, egy májtranszplantáció kb. 26 millió forint, egy ilyen műtét pedig kb. 900 ezer. Tehát az adófizetőknek sem mindegy, nem beszélve arról, hogy ugye a máj átültetésnek nagyon sok egyéb
gyógyszeres elő- és utókezelése, millió egyéb olyan probléma van, sokszoros kórházi kezelés, kivizsgálás, amit a beteg ezzel esetleg elkerül, és akkor normálisan élheti tovább az életét. Neki semmi más dolga nem lesz, mint diétázni a továbbiakban, és ezzel teljesen egészséges életet, akár sportolhat is, élhet a továbbiakban. Innen a műtőből az altatóorvos kollega átkísér, megkeményedett máj, jött elkerülve, hogy kis csatornán keresztül ez a vér, ami egyébként torlódik a hasüregben, utat talál a normál vénákba, és az a hatalmas nyomás, ami ezeket a vérzéseket okozza, vagy a folyadék felszaporodást okozza, az normalizálódik. Tehát kiegyenlítjük, mint egy szelepszerűen a mellkas és a hasi vénás rendszer közötti óriási nyomás különbséget, ami ezeknél a betegeknél rendszerint többszöröse, 3-4-szerese a normálisnak. És ez gyakorlatilag egy órás műtéttel, minimális kellemetlenséggel, 3 napos kórházi tartózkodással kivitelezhető. Technikailag nem könnyű, hiszen el lehet képzelni, ugye a májban dolgozunk, 2 vénás rendszert kell összekötnünk, oda protézist beépíteni, úgyhogy egyetlen 2 milliméteres szúrtjuk van a beteg nyakán. Tehát ott nagyon kell ügyeskedni, nagyon bonyolult eszközrendszer van hozzá, de egy bizonyos keretösszegig ez finanszírozott, ez a beavatkozás, tehát a betegnek nem kerül semmibe, és valóban az életét adhatja vissza. Ez a kis animáció mutatja azt, amiről beszéltem, a máj cirrotikus betegek kezelésénél. Itt a máj, májkapő gyűjtő véna, ide kéne jusson a vér a májon átszűrődve, de a kötőszövetes átépülés miatt a májat elkerülve tud csak visszatérni, és időközben itt a gyomor nyelőcsőnél vérzéseket okozhat. Amit mi csinálunk, nyaki véna punkció után keresztül jövünk a jobb szívfélen le a májvénába, és a 2 vénás rendszer között, a májkapui gyűjtővéna és a májvéna között létrehozunk egy kis összeköttetést, a májon belüli szakaszt egy balonkatéterrel, mint látják, megtágítjuk, majd ebbe a megtágított, valóságban nem létező, úgynevezett extra anatomikus csatornába beültetünk egy protézist. A korszerű protézisek rendkívül kifinomultak. A végén, mint egy kis rugó, úgy néz ki, nyitott cellák vannak, tehát a vér szabadon átáramlik rajta, nem akadályozza a májkapuj gyűjtővén a keringését, viszont a májban betett része az fedett, egy sebészi anyaggal fedve van, egy ilyen protézis anyaggal, és ez nem engedi azt, hogy a későbbiekben ez visszaszűküljön, a máj összenyomja, vagy epebe kerülhessen. És amit látják, most már a vér útja normalizálódik a májkapuj gyűjtővénán keresztül a máj lebenyeibe, egy része pedig, a fölös része pedig a májat elkerülve ezen a kis csatornán jut tovább, és a beteg tünetei ezáltal normalizál. Rendelkezik egy olyan térlátással a beteg szervezetére vonatkozóan, a szervek egymáshoz való viszonya, topográfiai elhelyezkedése miatt, hogy képesek vagyunk, hogy úgy mondjam, anélkül is jól elboldogulni a szervezetben, hogy föltárnánk azt a szervezetet, azt a testtájt, mint a sebész. Tehát én egy katéterrel, hogyha fölkeresem a nyaki ütőeret, vagy éppen egy agyi eret, azt pontosan tudom, hogy hol vagyok, nem kell hozzá szemkontroll, elég, ha röntgenképpen látom, hogy az hogy esik az a katéter, hova, merre irányul, hova viszi a vér. Tehát gyakorlatilag úgy lett a radiológusból kezelőorvos, hogy arra volt először ilyen egyszerűbb szúrásokat, hogy van egy a bőr alatt néhány centiméterrel lévő kis tájog, hát ne kelljen ezért megoperálni a beteget, szúrjuk már meg, de hát nyilván az ultrahang vezérlés mellett ugye képalkotás kellett ahhoz, hogy hova is szúrjon az ember, utána a CT vezérléssel meg még komplikáltabb lett ez, hiszen csak egy szeletet látunk a betegből adott esetben, de ezek nagyon nagy biztonsággal lehetővé teszik azt, hogy a jól képzett radiológus oda juttasson el egy katétert, vagy egy folyadékelvezetésre szolgáló öblítő drént, szintén katéterez,
ami teljesen biztonságos és hatékony. Az intervenciós radiológia első lépéseit az alsó végtagi érbetegségekben érte el, vagy ott fejtette ki. Egész egyszerűen értágításokat csináltunk, hiszen érfestést kellett már a 60-as években is végeztek, és annak kapcsán ugye látták a rövid szakaszú elzáródást, vagy egy éppen súlyos verőér szűkületet, amit kézenfekvő lett volna megtágítani, egy picit javítani ennek a vérátáramlásán ennek a szervnek, anélkül, hogy az egész nagy, hosszú verőeret ki kelljen mondjuk cserélni, egy combverőeret. És ezeket már a 60-as évek elején elkezdték a német-amerikai kollégáink, röviddel egy-két évvel őket követték magyar úttörők is, mint Horváth professzor úr például Pécsett, és gyakorlatilag ez egy óriási siker volt, a betegek nagyon jól gyógyultak, nem volt meccés, nem kellett több órás beavatkozást csinálni, egész egyszerűen egy kis ballonkatétert juttattak oda a szűkületbe, és azt megtágították. Ezek a érszűkület megoldások a mai ajánlásokban már olyan szintre mentek el, hogy például a 20 cm-nél nem hosszabb, tehát akár 15-16 cm-es verőér elzáródást történetesen mindenféle a beteg testébe való mindenféle beavatkozás nélkül diagnózist biztosítson, láthatóvá tegyen betegségeket, meg normális szerveket. Aztán valamikor a 30-as években rájöttek arra, hogy lehetőség van az ereknek a megjelenítésére, úgy, hogy különböző anyagokat fecskendeztek ezekbe az erekbe. Tulajdonképpen ez volt a kezdet. Ez volt a kezdet, mert ez tette lehetővé azt, hogy később, az 50-es évektől kezdődően mindenféle technikákkal katétereket vezessenek be az érrendszernek különböző szakaszaiba, és ezáltal lehetővé vált az, hogy nem csak a kívülről közvetlenül megközelíthető erekben, hanem távolabbi, mélyebben fekvő érszakaszokon is lehetett ilyen vizsgálatokat végezni. Majd ezt követően, ennek a technikának a megjelenését és begyakorlását követően született meg az a gondolat, és itt meg kell egy nevet említeni, Charles Dotternek a nevét, aki rájött arra, hogy ezzel a katéteres technikával nem csak diagnosztikus vizsgálatokat lehet végezni, hanem lehetőség van arra, hogy a bevezetett eszközzel gyógyító eljárásokat is műveljünk. Az első kísérletek azok mai szemmel meglehetősen primitívek voltak, hiszen abból álltak, hogy egy különböző vastagságú katéterekből álló sorozattal szűk érszakaszokat, elzárt érszakaszokat próbáltak meg kinyitni, tágítani. Voltak esetek, amikor sikerrel jártak, voltak esetek, amikor ez nem volt sikeres. Amikor Grünzig megalkotta az úgynevezett ballonkatétert, ami egy sokkal hatékonyabb eszköz volt ezeknek az érproblémáknak, érszükület, érrelzáródás megoldásában, akkor tulajdonképpen egy robbanásszerű fejlődés vette kezdetét, ami mind a mai napig tart. Tehát azt lehet mondani, hogy az intervenciós radiológia az ennek a szakmának, vagy általában az orvostudománynak az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, amit részben azt tett lehetővé, hogy a technológia, az ipari háttér az nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül, az anyagtudomány, a mérnöki tudományok lehetővé tették, hogy egyre kevésbé traumatikus, kárt okozó eszközökkel végezzük ezeket a beavatkozásokat. Ma már tényleg szinte hajszálnyi átmérőjű katéterekkel tudunk különböző terápiás ténykedéseket végezni. Másrészt pedig a fejlődésnek a motorja volt az is, hogy ez az intervenciós tevékenység ez elhagyta az ereknek a területét. Tehát ma már nem csak az érrendszeren belül, hanem az eperendszerben, de akár a nagy zsigeri szervekben, a gyomorbélhuzamban is lehet ilyen terápiás tevékenységet, terápiás beavatkozásokat végezni. Magyarázat szerünk, amivel ezt kevesebb, mint 1%-os súlyos szövődmény arányjal nagyon eredményesen tudjuk kezelni, úgyhogy a beteg 72 óránál nem tölt többet a kórházban. Májbetegség két okból alakul ki, elsősorban Magyarországon nagyon magas ismert az alkoholisták, vagy a gyakran alkoholfogyasztók aránya, tehát a másik hepatitiszek is olyan súlyos májkárosodást képesek okozni,
az alkohol mellett, amiknek következtében évente 8000 ember hal meg Magyarországon máj cirrózis szövődményeiben. 8000 egy ilyen kis országban, és ezek gyakorlatilag nagy többségükben vagy elvéreznek, vagy egy olyan óriási 30-40 liter folyadékot tartalmazó hasi folyadék felszaporodás, vagy mellkasi alakul ki, ami egyszerűen lehetetlenné teszi az életüket, a normális légzésüket, mozgásukat. Ezeket tudjuk orvosolni ezzel a bizonyos TIPS műtéttel, ami egy betűszó, tehát a latin kifejezésből származik. A lényeg az, hogy egy nyaki nagyvénán keresztül a májon, májat elérve a májvénák között, a kapuvéna és a májvéna között hozunk létre egy kis csatornát, egy kis összeköttetést, és ezzel a megkeményedett, cirrotikusan átépült, kötőszövetesen megkeményedett máj jött elkerülve, hogy kis csatornán keresztül ez a vér, ami egyébként torlódik a hasüregben, utat talál a normál vénákba, és az a hatalmas nyomás, ami ezeket a vérzéseket okozza, vagy a has folyadék felszaporodást okozza, az normalizálódik. Tehát kiegyenlítjük, mint egy szelepszerűen a mellkas és a hasi vénás rendszer közötti óriási nyomás különbséget, ami ezeknél a betegeknél rendszerint többszöröse, 3-4-szerese a normálisnak. És ez egy gyakorlatilag egy órás műtéttel, minimális kellemetlenséggel, 3 napos kórházi tartózkodással kivitelezhető. Technikailag nem könnyű, hiszen el lehet képzelni, ugye a májban dolgozunk, 2 vénás rendszert kell összekötnünk, oda protézist beépíteni, úgyhogy egyetlen 2 milliméteres szúrtjuk van a beteg nyakán. Tehát ott nagyon kell ügyeskedni, nagyon bonyolult eszközrendszer van hozzá, de egy bizonyos keretösszegig ez finanszírozott, ez a beavatkozás, tehát a betegnek nem kerül semmibe, és valóban az életét adhatja vissza. Ez a kis animáció mutatja azt, amiről beszéltem, a máj cirrotikus betegek kezelésénél. Itt a máj, májkapű gyűjtő véna, ide kéne jusson a vér a májon átszűrődve, de tudunk ezeken az elzáródásokon jutni, és vannak olyan érprotézisek, amiket belülről teszünk be a verőerekbe vagy viszerekbe ritkábban, és ezekkel vissza tudjuk nyerni hosszú távon jó eredménnyel a vér átáramlást, és ezek fenntartják továbbra is, tehát megakadályozzák a visszaszűkülést vagy az újabb elzáródást is. Ezek az értágítások mennek nem csak az alsó végtagon, hanem különböző zsigeri artériákon, tehát például a veseverőéren, ha valakinek mondjuk fiatalkorban hirtelen kezdődő, nagyon kiugró vérnyomással járó hipertóniája van, az rendszerint úgynevezett renovaszkuláris hipertónia, tehát vese érszűkület okozta másodlagos magas vérnyomás betegség, és ezt például egy hatalmas műtéttel lehetne csak gyógyítani, ugye nekünk pedig egy 20 perces katéteres beavatkozás. Több sebészi jellegű szakma van, aminek képviselői bizonyos betegségek kezelését szinte átadták az intervenciós radiológusoknak. Egész egyszerűen azért, mert nagy esetszámú tanulmányok azt bizonyították, hogy az általunk végzett kisebb beteg számára kisebb megterhelést jelentő, gyors, rövidebb kórházi tartózkodást igénylő beavatkozás hosszú távon is legalább olyan jó, ha nem jobb eredményt ad, mint amit ők csináltak volna. Tehát több szakmát fel tudnék sorolni, ahol nagyon komolyan ez az elmúlt 2-3 évben egy óriási változást okozott. Történetesen van egy olyan betegség, amikor az agyéreken kialakul egy ilyen kis bogyószerű tágulat, és elvékonyodott ér egy nagyobb vérnyomás kiugrás vagy erőkifejtés hatására megreped. Ez egy nagyon gyakori, elsősorban fiatalokat érintő, súlyos életveszélyes állapot, és hát a műtét, amivel ezt 30 éve kezelték, bizony elég komoly szövődményekkel volt terhes. Ma már itt Miskolcon, tehát nem Amerikáról beszélünk, az ilyen betegek az elmúlt évben 93%-át katéteres úton kezeltük. Tehát az a ritka, akit még például az idegsebészet
ti műtőbe visznek ilyen betegséggel, de más példákat is lehetne erre mondani. Ugyanilyen eredményesen lehet kezelni például nőgyógyászati izomdaganatokat a méhben, például az úgynevezett miómákat, amit sokkal kisebb megterheléssel, akár egynapos bentfekvéssel és a méh eltávolítása nélkül a fogamzóképesség megtartása mellett lehet katéteres úton kezelni, nem kell hozzá eltávolítani az egész méhet. Mai egészségügyben, hál' Istennek már Magyarországon is, nagyon nagyot fordult. Az elmúlt évtized technikai robbanásának eredményeként egy csomó addig egyértelműen sebészi jellegű, tehát vágással, a hasüreg, mellkas, koponya megnyitásával járó beavatkozás, a mi szakmánk az intervenciós radiológia mindennapi kenyere lett. A radiológia az a kezdetekben egy nagyon békés tudomány volt, ami arra törekedett, hogy mindenféle a beteg testébe való mindenféle beavatkozás nélkül diagnózist biztosítson, láthatóvá tegyen betegségeket, meg normális szerveket. Aztán valamikor a 30-as években rájöttek arra, hogy lehetőség van az ereknek a megjelenítésére, úgy, hogy különböző anyagokat fecskendeztek ezekbe az erekbe. Tulajdonképpen ez volt a kezdet. Ez volt a kezdet, mert ez tette lehetővé azt, hogy később, az 50-es évektől kezdődően mindenféle technikákkal katétereket vezessenek be az érrendszernek különböző szakaszaiba, és ezáltal lehetővé vált az, hogy nem csak a kívülről közvetlenül megközelíthető erekben, hanem távolabbi, mélyebben fekvő érszakaszokon is lehetett ilyen vizsgálatokat végezni. Majd ezt követően, ennek a technikának a megjelenését és begyakorlását követően született meg az a gondolat, és itt meg kell egy nevet említeni, Charles Dotternek a nevét, aki rájött arra, hogy ezzel a katéteres technikával nem csak diagnosztikus vizsgálatokat lehet végezni, hanem lehetőség van arra, hogy a bevezetett eszközzel gyógyító eljárásokat is műveljünk. Az első kísérletek azok mai szemmel meglehetősen primitívek voltak, hiszen abból álltak, hogy egy különböző vastagságú katéterekből álló sorozattal szűk érszakaszokat, elzárt érszakaszokat próbáltak meg kinyitni, tágítani. Voltak esetek, amikor sikerrel jártak, voltak esetek, amikor ez nem volt sikeres. Amikor Grünzig megalkotta az úgynevezett balonkatétert, ami egy sokkal hatékonyabb eszköz volt ezeknek az érproblémáknak, érszükület, érrelezáródás megoldásában, akkor tulajdonképpen egy robbanásszerű fejlődés vette kezdetét, ami mind a mai napig tart. Tehát azt lehet mondani, hogy az intervenciós radiológia az ennek a szakmának, vagy általában az orvostudománynak az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, amit részben azt tett lehetővé, hogy a technológia, az ipari háttér az nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül, az anyagtudomány, a mérnöki tudományok lehetővé tették, hogy egyre kevésbé traumatikus,